Június 1-én megkezdődött a tagdíj megállapítási időszaka a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál. Idén fellélegezhetnek a Tolna vármegyei gazdák, ugyanis a tavalyi 1 milliárd forintos keret után újabb 2 milliárd forint összegű kedvezményt nyújt a NAK a tagjainak. Az eddigi időszakban volt egy fix tagdíjas időszak, illetve volt egy fix tagdíjas kamarai tag rész, akik fix díjat fizettek. Az idei évben ez a fix tagdíjas rész az megmaradt, viszont annyiban történt változás, hogy a cégeknél, vállalkozásoknál volt egy olyan része, ahol sávos díjfizetés volt. Az idejében ez egy lineáris díjfizetésre tért át a kamara. Ami nagyobb kedvezményt fog jelenteni több tízezer gazdának korábban, aki például 50 millió forintos bevételre tett szert, és azt 10 forinttal meghaladta, akkor ebben az esetben már nem 30 ezer forint volt a tagdíj az adott évre, hanem 150 ezer. A lineárisnál ez nem így fog történni. A lineáris díjfizetésnél ez egy 1,9%-os díjfizetést fog jelenteni, azaz mondjuk egy 50 millió forintosnál nagyjából olyan 90 ezer forintra fog csökkenni a tagdíja, de ezek mondom egy ilyen példaként szeretném csak elmondani. Erre a módosításra azért volt szükség, mert az elmúlt 9-10 évben a tagdíjakban nem történt változás. Tehát ezen tagdíjfizetés volt, ezek a tagdíjak voltak tulajdonképpen megállapítva az elmúlt időszakban, viszont az infláció, a gazdasági helyzet és a gazdasági környezet ez nagymértékben befolyásolta, hogy hozzá kellett nyúlnunk ezekhez a változásokhoz. A tagdíj megállapítási időszak tehát június 1-től 14-ig tart. Az igazgató hozzátette, hogy bármilyen a témával kapcsolatos kérdés esetén Tolna vármegyében 16 falugazdász iroda áll a tagok rendelkezésére.